Sziasztok! Itt vagyok Németországban, december 30-a van, és megyek Párizsba. Majd a szilveszter este az úgy fog kinézni, hogy holnap este, azaz 31-én rakodok Párizsban, és jövök 1-jére Frankfurtba, és onnan már ugye én megyek hazafelé. Hát itt pedig a Waberers flottát láthatjátok, vagy hát legalábbis egy jó részét. Németországban, egyébként nem messze vagyunk Saarbrückentől, úgyhogy úgy látom most nem a szántóföld közepén állnak legalább már a vabis gépek, mint azt hiszem, hogy tavaly álltak, vagy Belgiumban, vagy Franciaországban valahol. Úgyhogy itt egy autóhofban héderelnek, de hát természetesen, hogy a sofőrök otthon vannak. A mai téma, bár ezt második videónak terveztem, de egyszerűbbnek látom így összerakni, mert szerettem volna még idénre nektek kiadni egy videót, úgyhogy a következő lesz majd a kamionos egy napja. Most pedig egy ilyen kis beszélgetős vlog videó. Úgyhogy a mai fő témánk az ugye a vállalkozás értékelése, hogyan működött ez 2022-ben, majd ennek, hogy lesz a fejlesztése. A kettes cégről szeretnék nektek beszélni, hiszen az is célegyenesben van, és végezetül ugye a YouTube-ot is értékelném nektek. Visszaemlékezünk így 2022-re. Hát első körben kezdjünk azzal, hogy mindenkinek kellemes ünnepeket, még egyszer, és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok! Kezdjünk is bele így a mai témába. Ugye a mai témánk így a cégépítés, illetve a vállalkozás értékelés, plusz a YouTube értékelése, a jövő terveiről, illetve az idei év történéseiről szeretnék nektek beszélni. Elnézést, a videó elején elfelejtettem a mikrofont felvenni, úgyhogy ezért volt egy kicsit rossz a hang. Szóval nézzétek, először is kezdjünk azzal, hogy milyen érzés ilyenkor kinn lenni. Én nagyon-nagyon szeretek kinn lenni, így szilveszterkor. Hát látod, ez a világ tárul eléd, magadba vagy, nyugodtan tudsz kamionozni, tényleg kamionosnak érzed magad. Vannak szabad parkolók, szabad a pálya, nincsenek BAG-sek, nincsen kontroll, tényleg csak gurulgasz, 83-mal megyek, figyelj, így is 83-mal hajnal 4 órára fogok odérkezni Párizsba, és reggel 7-es a terminem, bízunk benne, hogy akár hamarabb leszednek, szokott rá példa lenni, úgyhogy ennyi. Élvezem, el vagyok. De szó szerint ez egy buli járat. Valahogy itt feltöltődsz, és kicsit ilyen elhiszed, hogy van ez a világ, és pedig ez csak egy hétig tart, sajnos, kicsit olyan, mint a Tisza virágzása, hogy de jó, hogy ebben részt vehetek. Valahogy nekem ez jön le. Úgy, még illetve nekem a szilveszter, teszem hozzá, semmit nem jelent. Max, azt tudnád megünnepelni, hogy egy évvel közelebb kerültél a sírgödörhöz. Nincs mit ünnepelni. Mit ünnepeljek? Tehát nekem semmit nem jelent. Tehát ezt mondom, ez csak az én véleményem. Írd meg, hogy neked mit jelent. Gondolom ugye legtöbbőtöknek az, hogy legalább ünnepek alatt ilyenkor összegyűlik a család, eljönnek a rokonok, vagy ti ellátogattok, haverokkal most tudtok egyet bulikázni. Csináld! Én is bulizok. Csak én már korábban elkezdtem a bulizást. Úgyhogy valahol egyébként Reims és Metz között fog érni így a durroktatás. Erről majd a következő videóban teszek be nektek felvételeket, hogy ez hogyan is néz ki. Na lássuk így a 2022-es évet. Ugye a 21-es évet ott zártuk le, hogy az egyik alkalmazott elment a cégtől, és érkeztek helyette ugye kollégáim. Ugye Pisti lényegében ő egy régi ismeretség, hiszen ő 11 éve van a Transzkónánál, kisebb megszakításokkal, mert az ő akkori cége elment. És de nálam ugye ő a legrégebbi ember, ő dolgozik az STA 022-es kamionon, hát és ő nagyon sokat van kint. Tehát ő egy régi motoros, ő perfektő beszél olaszul, és amit még itt érdemes róla tudni, hogy ő például élőállatozott is egyébként egykor olasz cégnél, és hát bejárt ő is már mindent, szeret a Transzkónánál lenni, szereti a Volvót, úgyhogy ő a legrégebbi kollégám. Azután érkezett ugye januárban, 22. januárjában Zoli, egy magyar cégtől érkezett, és hát lényegében miatta jöttünk a Prévóhoz,
Régóta kacsingattam egyébként a Prévóval, nem új keletű ez a kapcsolat. Jó kapcsolatot ápolok a Prévósokkal, a kollégákkal is itt egyébként a fogadtatás nagyon jó volt. Tényleg örülök, amikor ide jövök. Érzed azt, hogy egy jó közösségben vagy. Tehát élvezettel jövök ide tényleg csinálni, segítőkészek a kollégák. Úgyhogy szerintem Zoli ezzel nagyon jó járt ezzel a céggel. Ugye júniusban álltunk be ide dolgozni, érkezett meg ez a vontató, amit Zoli vezet. És róla annyit kell tudjatok, hogy egy fiatal srác, akiben tényleg ott van a lábában a bugi. Szerintem elég jól beszél angolul. Tehát nagyon sok mindent meg tud így oldani. Úgyhogy neki így nyelvtudással nincsen problémája, és ez ágában nincs kimenni külföldre. Figyelj, minek? Akkor jön haza lényegében, amikor akar. Általában azt a 2 hetet van kint, hazajön. Ha ő eldönti, ha 3-4 napot akar csak itthon lenni, akkor ugye nem váltom le, akkor áll addig a kamion. Ha viszont, mint most jön egy ilyen 1 hét, vagy akár kell neki 2, akkor pedig jövök, és akkor csinálom én. Úgyhogy megtaláltuk a közös hangot. És végezettül ugye érkezett Sanyi, ő egy transzkónás alvállalkozótól jött, külön kihangsúlyoznám, nem én csábítottam, elő akart átjönni. Ő amikor már ott volt egyébként ennél a másik cégnél, hát feltűnt, hogy ST22-es pólóba mászkál. Ugyan fura volt azért, hogy látni, hogy egy másik cégnél ST22-es pólóba, és amikor ugye megjött ez a kamion, akkor ő már felmondott annál a cégnél, mert nem találtam meg a közös hangot, de szeret a TK-nál lenni, és kérdezte, nem-e jöhet. Hát Sanyikám, hát. Ráadásul nyíregyházi, ő egyébként börtönőr volt, szóval elég vegyes így a felhozatal nálunk. Ő egy börtönőr volt, és ő dolgozik most az új Volvo-n, tehát ő volt végezetül ugye az SGZ 022-es kamionon. Tehát így állt össze a csapat, és hát ugye volt, meg küldtek nekem önéletrajzot, és tényleg nagyon hálás vagyok érte, nagyon köszönöm, hogy egyáltalán bizalmat szavaztok annak, hogy szeretnétek velem dolgozni, de higgyétek el, nem, nincs bennem se a motiváció, meg hogy nagyobb céget építsek, illetve nem akarom ezt a közeget elrontani. Tehát így én le tudom váltani a srácokat. Tényleg itt van az összes cucca a kamionba. Közösen használjuk. Általában szoktam is szűrni, hogy itt hagy nekem ilyen csokoládés kekszeket. Mondom, hihetetlen vagy ember, hogy nem győzök csak kis kekszet venni, mert megeszem, aztán vehetem neki vissza. Na mindegy. Úgyhogy jó kis közegben vagyunk, jól ment a cég szerencsére, Prévósokkal nagyon jó eddig a munka, Volvóval nagyon-nagyon elégedett vagyok. Úgyhogy működőképes, és ezt nem szeretném elrontani azzal, hogy továbbfejlesztem. Na de hát akkor, ha már cégfejlesztés, akkor milyen téren lépek tovább? Ugye korábban egy vlog videóban említettem nektek, hogy vannak terveim, sokat néztem ugye a Cápák között című műsort, lehet ebből elcsípni információkat, és ahogy annó a YouTube-bal sikeresen belekezdtem, teszem hozzá, az nem volt tudatos építés, ez ilyennél lett. Szívből csinálta az ember, akart segíteni, nem a pénz motiválta benne, hogy ebből majd valami lesz. Engem nem érdekel se az ismertség, se a celebség, se semmi, engem ez nem érdekel. Én Lacika vagyok, egy kamionos, aztán boom, szeretek videózni. Örülök, hogy olyan témát hozhatok fel, ami leköti az embereket. És ugye ez sikeres lett. Lényegében kiderült, hogy egy piaci részt sikerült betömni, mert ilyen nem volt, és hát ezek szerint volt rá legalábbis ugye egy réteg tartalom, mert nem, tehát ebből nem lesz szerintem 300 ezeres csatorna. Ez így tök jó, ez is egy nagyon jó közösség, tökéletes így, nem voltak kiugrások a YouTube-ban, de hát erről ugye jövőre 10 évesek vagyunk, eltelt bizony 10 év, milyen hihetetlen, úgyhogy, sőt, hát 5 éve vállalkozó vagyok. Ugye jövőre lesz 5. éve, szóval abból is lesz még miről beszélni, hogy hogyan, milyen történések voltak. Úgyhogy elhatároztam ugye, hogy van egy olyan ötlet jutott így az eszembe, hogy ezt így képzeld el, hogy így mentem az éjszakában, és nem szoktam erőltetni a gondolatomat, hogy én valamit kitalálok, hanem hiszel-e abban, és ezt valahol, nem tudom, valamelyik tudós írta, hogy a tartalom, maga a tudás, az úgy itt van. Itt vannak ezek az ötletek körülöttünk. És ez csak kérdés, hogy ezt a buborékot innen le tudod-e venni, és ott van benne minden.
Ezt így hidd el, így mentem, és egyszer csak így, bám, pergett a szemem előtt, mint a, még volt az a Matrixban a számok. Így pergett, és azt néztem, hogy ez honnan jutott eszembe? És akkor elmondtam először egy embernek, és így áll, és azt mondja, hogy hülye, ilyen nincs. Nincs. Hogy nincs? Hát nem tudom, mondom, nincs. Leültem egy milliárdos üzletemberrel, és megkérdezte, mi a vélemény, és ő is egyben ezt kérdezte, ilyen nincs. Mondom, nincs. De Magyarországon, vagy mondom, úgy alapból a világon nincs. Hogy? Nem tudom. Én találtam ki. Hát mit tudom én? Hát mit jött? Belementem. Mit tudom én? Jött. Régen ezért szerettem kimenni az erdőbe. Így a semmiből jönnek az ötletek. Ez amikor nyugalom van, zenbe vagy, és ugye elkapsz egy ilyen buborékot. Szóval megvolt az ötlet, de ugye ehhez kellett egy befektető, és ugye erről beszéltem nektek, és jelentkeztetek is jó páran. Köszönöm szépen tényleg mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy bizalmat szavazna, de végül máshonnan jött a befektető. És az, hogy ő hány százalékos tulajdonrészt mondjuk úgy vásárol meg, mondjuk az ötletemből megyen, hogy ez egy ötlet, ugye? És arra majd később fog beszélni. De miről szól ez az egész? Csepegtetem az információt. Kérlek szépen, ez hídépítés. De van egy szakadék, hídépítés. Tehát hídépítésről szól ez az egész, és valószínűleg ez a logójában is bele kell, hogy legyen csempészve. Mert hát az egész ötlet erről jött. És egyből azt tetszett meg az egészbe, hogy ismételten egy win-win üzlet. Nem az van, hogy van épp egy, mondjuk egy terméked, és azt én eladom, és azt, milyen jó, mert tömik a sebemet. Nem. Hanem ha mosolyt látok az embereken, és azáltal én is nyerek ezzel, vagy egyáltalán csak az ötletből valóság lesz, és adsz valamit, és esetleg ez még profitális, akkor mindenki nyert. Akkor tök jól el vagyunk. Akkor ez egy működőképes dolog. Valószínűleg nagy vízhangja lesz egyébként a piacon. Hát meglátjuk. 2022-ben bemutatásra fog szerintem, és 2023. februárra van ígérve, hogy a tesztverzió már meg lesz. Az, hogy ti mikor látjátok ezt, legalábbis az alapját, mert ez körülbelül 15 lépcsőből fog állni ennek a fejlesztése, nagyon nagy terveim vannak. Az, hogy ez egész Nyugat-Európát lefednie, ezt azért így kijelenteni elég meredek. Magyarországon én azt gondolom sikerre lehet vinni, a nyugati verzióban pedig, hát meglátjuk, hogy ez egy startup lenne, ezt sem tudom. A befektető részéről egyébként, amint arról nem beszélek, jó, ennyi, jó, kaptatok egy kis információt, hídépítés, és 2023-ban bemutatásra fog kerülni, tehát ez lesz egyébként az én nagy kihívásom. Mellette, ugye szeretnék visszatérni az egészséges életmódhoz, és az én újévi fogadalmam, kíváncsi vagyok a tiédre, hogy micsoda, az enyém az, hogy belálljunk ugye újból az edzésbe, leadjak, hát legalább 25 kilót, tehát most 125 kiló vagyok, sajnos elég régóta az a 122-125 között mozgok. Meg elkészült otthon a konditerem, ez is a következő videóban ki fog derülni. És hát nagyjából ennyi. Tehát a cégépítés, ez új cégépítése, plusz az edzés, ez az én nagy kihívásom. És hát ne csodálkozzatok azon, hogy valószínűleg egyébként ez a cég lesz a fő szponzora is a videóimnak. Mert ugye korábban próbálkoztunk ezzel például lásd a svéd utaknál, hogy bevonni a nézőket, hiszen az én kis agyamban az fordult meg, hogyha csak 10 forintot ad a néző, az 220 ezernél, az majdnem 2,5 millió forint, tehát abból aztán lehet itt menni az USA-tól kezdve mindenhova. De ezt be kellett lássam, hogy van egy pár rész, aki úgy gondolja, hogy belead, egy része pedig nem. Pedig nem a nagy pénzből lehet megoldani, nem abból lehet csodát tenni, hanem abból, hogy egy közösség összefog. És akkor kanyarodjunk is ki erre, ugye, hogy idén milyen videók voltak. Hát ugye minden évben van egy nagy duranás, így ugye 2022-ben az amerikai túra volt, aminek nagyon örülök, hogy a Shell Magyarország és az ADR Express volt a fő szponzora. Nélkülük ugye nem jutottam volna ki, de én úgy gondolom nem volt túl tolva, mint szponzor. Tényleg ott voltak a videó elején, meg volt tényleg köszönve, és sikeres lett én szerintem a videó. Még ha nem is volt akkor a csinadratta benne, nem egy kazak túra, nem egy olyan ismeretlen világ, de szerintem Gyula személyében megismerhettetek egy újabb kollégát,
egy vállalkozót, egy ottani létet, hát figyelj, ilyen volt. Tudod, az élet adja, csinálhatnánk itt, tudod, hülyét magunkból, hogy direkt bemegyek itt egy-egy szűk helyre, ismerek olyan helyeket, eljátszhatnám a nagy halát. Nem erről szól. Ha dobja a gép, dobja, mint a kazakban, hogy a légrugó probléma. Ha van, ha nincs, akkor nincs. Lehet, az se lett volna egykora izgalmas videó, hogyha nincs az a légrugó mizéria. Például, mert szerintem az ugye elég izgalmas a sikeredet, vagy átmenni ugye a folyón, vagy azon a tócsán. Ha azt is tudod előre, hogy át lehet menni, akkor is na bum. Tehát ez így adta az élet, ilyen volt. Szerintem a Waberers-es videók jók lettek, mind az Aldis videó is. Itt ugye felmerült a kérdés, hogy na eladtad magad, meg bezzeg, ezt nem mutattátok be. Hát igazából el kell olvasni a kommenteket, és hát tökéletesen benne van. Hát annyi negatív komment jött, arra legalábbis pont, amit bemutattunk, lásd az Aldisnál, tálcás rakodás, gyűjtőáru, magadat rakod, felborított, kifizeted. Hát nem tudom, már hát hogyan lehet fokozni. Tehát egyszer, az egy olyan munka, akinek tetszik, beleláthattatok abba is, megismertettetek megint egy új kollégát. Szóval szerintem az egy jól sikerült, így maga a komplett, a VSL és a Waberers-szel való közös munka is, illetve az amerikai túra is jó volt. Mellette ugye azért, hát nem sok jármű bemutató volt, de hát ugye volt a Waberers-es Renault, volt a DAF-val kimentem ugye a DAF Magyarországba, Spanyolországba, a Volvo-sokkal, Svédországba, elektromos Volvo, új technikák, volt podcast videó. Lehet, hogy nem volt annyira sok videó, de szerintem igen változatosra sikerült. Na most az, hogy mint transzkónás videók nincsenek azok a régi vágású, tudod, nagy kihívásos videók, figyelj, változnak a munkák. Most nincs. Van, hogy nincs. Azt tudom nektek adni. De ez merőben ellentetje ugye itt a prévós videósorozat, vagy a videó munka, mert ez meg megint az, hogy figyelj, 3 nap alatt átfordulsz az éjszakában, hallottad a hangomban, nem vagyok fáradt. Mész, élvezed. Nyomod a gombot, vagy sziszented a rugókat, vagy a görgőket, kigurul a záró, kimész a parkolóba, meg egy pohár bort, elterülsz, kezded, nekem ez a reggel, nekem itt kora reggel van, tolom neki, gurulgatok, de egy merőben más, mint a transzkóna. És ugye én azt is tervezném így, egyenlőre terv, hogy higgyétek el, hogy amennyire szeretnél otthon lenni, annyira dögunalom tud ez lenni, főleg 1-2 hét után már. Egy hét még jó úgy otthon, még talán a második is tűrhető, a harmadiknál úgy azt gondolod, hogy ember, hova kössem fel magam? Nem találod a helyedet. Nem erre vagyok beállítva, én munkapárti vagyok, szeretek csavarogni, én szeretek killenni. És arra gondoltam, hogy fogok keresni új cégeket, akik például járnak le Spanyolországba, elmegyek hozzá egy hétre dolgozni. Ja, bejelent. Megegyezünk a matekban, kijön a matek, jó legyen mindenkinek, aztán csókolom, elmegyek, bemutatom a céget vagy a munkát, kirándulgatunk Olaszországtól kezdve, ugye úgy van, hogy a Szalaival is már régóta tervezzük mennénk le Szicíliába, csettintés, ülök a kocsiba, megyek, találkozunk valahol a Brennernél, és megyünk le Szicíliába, a NATO-nak szállít egyébként cuccokat, aztán remélhetőleg eljutok Spanyolországba, mert ott aztán végképp rengeteget tudnék nektek sztorizgatni, hiszen nekem ott változott meg ugye az életem. Én úgy gondolom, hogy ott lettem kamionos, ott lettem, hát sokat adott nekem a spanyol lét, az irányítás ugye Zsuzsa személyében, szóval jó volt. De mellett én úgy gondolom egész évben jó videók sikerettek. Na de viszont mi várható 2023-ban akkor? Ugye Gáborral megismerkedhettetek, én azt hiszem a második részében van benne az amerikai sorozatnak. Egy nagyon szimpatikus fiatalember, aki egyébként aktív tagja is a Facebook közösségének, és ugye ő meghívott magához Kanadába, ő szintén magánvállalkozó, sokkal több minden beleengedne az életébe, ahogy ő ezt elmondta, illetve hát ugye ő már rakodik, hát ott már lenne rakodás is, nem csak rakottatás, és akkor én úgy tervezném, hogy 2 hétre kimennék hozzá, és akkor 1 hét kirándulás, 1 hét meg kamionozás. Tehát így 4 hétre nem látom értelmét egyébként már kimenni. Sok volt, teszem hozzá úgy. Úgyhogy ez az egyik terv. A másik ugye a Lager Max-szal ismét felvettük így közösen a kapcsolatot, hiszen ők voltak az első cég, aki a csatornán bemutatkozott, hát a Transkóna után, vagy hát ugye akkoriban még a Gerhardnál kezdtem dolgozni. De így, mint külső cég egyébként a Lager Max volt az első,
és minap voltam is náluk ugye egy nyílt napon, erről lesz majd nektek külön egy beszámoló, hogy így is lehet kamionos jogosítványod, és hogy kíváncsi voltam, hogy mit tudnak nyújtani egy ilyen nyílt nap alkalmával, mivel próbálják csábítani a szakma iránt érdeklődőket, úgyhogy mondták, hogy ha nyitott vagyok rá, akár egy ilyen balkáni pályát megmutatnának, mert az, hogy kimegyünk Németországba, mondjuk egy Hamburgba rakodni, annak szerintem nem sok értelme lenne, de van nekik ilyen balkáni pálya, és van náluk ugye most már nagy fülkés is, tehát ők is változtatnak, látják az igényeket, azt még nem ki lehet kijelenteni, hogy te most oda mész és te kapsz egy nagy fülkést, ez parasztvakítás lenne, nem, de ahogy öregednek ki az autók, már nagy fülkéseket hoznak helyettük, tehát így valószínűleg ugye nagy fülkéssel mennénk ki, és akkor lehet, hogy mondjuk egy Albániába, de hát írd meg a véleményed, hogy kíváncsi vagy rá, de feltételezem, hogy igen. A másik ugye a Hollanddal is folytatódik a közös munka, ugyanis jó kapcsolatot ápolok velük továbbra is, viszont abban azt beszéltük, hogy felesleges lemenni most egy ilyen Teherán, és most megint a török pályán végigmész, ott átcsattogsz valahol, nem is tudom, egyből ugye átmész Iránba, tehát minek? Menjünk el valóban ide Montenegróba például, biztos, hogy nagyon szép környék, illetve ugye egy belföldi részt szeretnének megmutatni, amit ugye más nem csinál Magyarországon, úgyhogy érdekes videó alakulhat abból is, úgyhogy lesz élő állatszállítás is. És hát elképzelhető, hogy például ellátogat mondjuk a Gartnerhez. Hiszen én voltam Gartneres. És minap ugye kapcsolatba kerültem velük, úgyhogy most egyelőre a labda náluk van, meglátjuk. Illetve az, hogy ők milyen munkát akarnának megmutatni, hát ez majd meglátjuk. Jó, úgyhogy vannak ilyen tervek, mellette természetesen jönnek a prévós videók, jönnek a transzkónás videók, úgyhogy haladunk tovább szépen ebben a sorban. Lesznek-e betanító videók? Hát ugye ezeket régóta tervezgetem, hogy újra vennék egy jó párat, mert át kell nézni, hogy mennyire állja meg még a helyét az akkoriban leforgatott videók. Ugye hát azért 10 éves lesz így jövőre a csatorna, és sok minden olyan tartalom van, ami hát már nem időtálló. Újra kellene venni, jobb minőségben, és akár ugye ezt szívesen ugye felajánlom az iskoláknak is, hogy ha ők látnak benne olyan részt, akkor nyugodtan le lehet vetíteni ott a leendő kamionosoknak is. Van egyébként olyan, ami még hiányzik is, tehát van még úgymond a hát, rés. Tehát vannak hiányzó videók, úgyhogy ezeket mindenképp le akarom forgatni. Úgyhogy tervben van egyébként ez is. Van, amiben céges segítséget fogok kérni, mert jobb, hogyha nem én mondom el felületesen, esetleg hibásan, hanem akkor mondja el annak a szakmának ugye a tudója, és ezt már elég régóta ugye így is csinálom. Látjátok, volt minap kérdezte egy srác, hogy miért nem csinálok tachográfos videót. Tehát annó ugye csináltam, de lett ennek egy folytatása 2022-ben, ugye, és ott kifejezetten a szaki mondta el az újdonságokat. Tehát ne az legyen tényleg, hogy én itt felületesen hozzá nem értően elmondom, hanem akkor mondja el az a szaki. Jármű bemutatók, ezek is tervben vannak. Ez van, ami időhiány miatt nem jött össze, de azért természetesen szeretném nektek bemutatni a piacon található többi járművet, és én régiekkel nem biztos, hogy annyira foglalkoznék, de ugye azért mondjuk a Mercedes vagy az MAN nem nagyon szerepelt így a csatornán, de hát meglátjuk, jó, Iveco esetleg. Meglátjuk, hogy ez a jövő évben hogy fog beleférni, de tervben van egyébként ez is folyamatosan. Illetve hát ugye mennék vissza Alexhez, mert vissza, hát nem, Alexhez. Ugye Alex egy régi kollégám, akit én csábítottam el egykor a horvát Ruditól, ugye, ki a Transkónához. Na most ugye ő már lassan, hát szerintem egy jó éve, másfél éve, ugye Magyarországon dolgozik, saját cégük van. De hogy mivel foglalkoznak, ez ki fog derülni abból a videóból, és akkor elmennék vele egy napra. Azért is tudom, hogy szeretitek ezeket a videókat, ami nem annyira céges videó, hanem tényleg menjünk el és Alexszal kamionozzunk. Nincs az, hogy érted, egy céget bemutatsz, ott nem erről szól. Ott ténylegesen Alexszal toljuk az ipar. Egyébként ezt idénre terveztük, csak bejöttek ezek az idők, és
figyelj, ilyenkor egyszerűen nem nagyon lehet videózni. Vagy hát, na, nehéz. Sokat van. Sötét, szürkület, esik, nyálkás. Nem olyan jó. Főzős videók, hát figyelj, elég sok receptet megcsináltam nektek, és hát ugye elfogyott, ennyi. Illetve mióta itt van nekem is ez a minikukta, higgyétek el azóta, hát egyszerű lett nagyon így az élet, tehát belelökök minden, megfőzöm, megmutattam már nektek tényleg nagyon-nagyon sok receptet, úgyhogy ezek ezért nincsenek, viszont így legalább az edzés részét vissza akarom hozni. Itt pedig meg is érkeztünk a francia határa, és rögtön itt egy pillanatra félre is húzódunk. Beadom neki a francia kezdőországot. Valahol itten. Na, itt a leállóság. Kutyát nem zavarjuk. Így. Így-e. Ide így lehédereltünk. Hát nem minden, biztos, hogy mindenki megáll, még egyet megyünk oda, itt várja. Szabad, ne feled, bekapcsoljuk itt ezt a kamerát. De nem jön senki. Hát igen. Ilyen határt szívesen látnátok máskor. Jó, megállok keresztbe, troll leszek, tudod. Trollkodok. Úgyhogy ennyi fér, srácok, ebben a mai rövid videóban. És hát jövőre folytatjuk. Bízom benne, hogy még jobb minőségben, még jobb tartalmakat tudok nektek hozni. És hát legyen sikerekben gazdag, boldog új évetek, találjátok meg mindenben a számításatokat. És végezetül még egy válasz egyébként engedjétek meg. Mert ugye a transzkónás videóban említettem ezt, hogy lejtőre vagy hát hullámvölgybe kerülhet így a szakma. A 2023-as év kihívásai miatt energiaválság, amit ugye tudjuk, hogy generáltak. Nézd, attól, hogy ez válságba kerül, az nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség sofőrre. Maximum pillanatnyilag kevesebbre. Tehát olyan bődületes a sofőrhiány, hát ugye Németországban most mondok egy számot, 100-valány ezerről beszélnek. Tehát olyan bődületes hiány van, hogy ez, ha válságba is kerülne, akkor nem 100 000 hiányozna, hanem 70 000, tehát, és ez Németország, tehát bődületes. Nem tudom, hogy mi lesz ebből. Én 10 évet adok a szakmának, hogy konkrét megoldást találjanak erre. Különben tényleg nem tudom, mi lesz belőle. Tehát egyszerűen padhelyzet lesz, ha elmennek az emberek nyugdíjba, mert ez az a fő probléma, hogy nincs fiatal utánpótlás, a középkorosztályt tudják még úgy bevonzani, de tehát akkora hiány van, hogy ez nem tudom. Tehát pénzzel egy darabig meg lehet oldani, de ha nem érdekel ez a szakma, és te nem vidáman vagy itt, itt állok a sötétben az autópályán, és én boldog vagyok. Hát ezt nem tudod boldogan élni, és sokan nem akarják ezt így élni. Nem tud rájuk erőltetni. Én boldog vagyok. De nem kell több félni, de nyugodtan csináljátok a jogosítványt, mert higgyétek el, bődületes a hiány. Úgyhogy várjuk a 2023 év elejét, és természetesen beszámolok róla egyébként, hogyha folyamatosan lenne valami hullámvölgy, akkor folyamatosan jönnek majd ezek a értékelős videók. És ha van kedvetek, tartsatok velem jövőre is. Sziasztok!